Mintegy 30 millió forintot nyert a Török János mezőgazdasági és egészségügyi iskola, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat támogassák, segítsék különböző programok keretein belül. Most a Ceglédi moziba látogattak el filmet nézni. Szerencsések vagyunk, ugyanis két egymástól függetlenül futó pályázatban is nyertesek vagyunk. Ez talán egy picit könnyedebb, hiszen önállóan nyertük ezt meg. Jelen pillanatban már a szakmai stáb itt felállt, a tanulóknak a bemeneti kompetencia méréseit elvégeztük, és van, akire már maguk a fejlesztő órák is elkezdődtek. Ez az első önálló program, majd a tapasztalatokat látjuk. Ez egy 36 hónapos program, tehát még az elején vagyunk. Lesz itt még nyelvi képzés, még önálló programunk. Nagy reményekkel vagyunk itt. Akik már elkezdték a fejlesztő órákat, ők ezt örömmel tudják abszolválni. A pedagógus arról is beszélt, hogy az uniós célkitűzés szerint az EU átlagában az oktatást, képzést, középfokú végzettség nélkül elhagyó 18-24 évesek arányát 10% alá kell csökkenteni. Magyarországon egyébként nem olyan rossz a helyzet, térségek szempontjából vannak kiugróan negatív helyek is, mondjuk Borsod vagy Somogy, illetve azt kell mondanunk, hogy ugyan a Közép-Magyarország, tehát Pest megye nem áll rosszul, de ezen belül a Cegléd környékén bizony vannak olyan helyek, főleg a szakképző intézetek, ahol ezzel küzdünk. Beiratkozik 30 diák 9-be, és ebből lehet, hogy csak mondjuk 20 vagy 10 vagy még kevesebb fog végezni. Nagyon fontos ez, ugyanis emellett nem csak a program nem csak azt tűzi ki, hogy ezek a diákok nem morzsolódjanak le, hanem a mi hozzáállásunkat is egy picikét próbáljuk formálni, hogy másképp álljunk ezekhez a kihívásokhoz. A másik cél pedig, hogy olyan programokat finanszírozzon az iskola, ami miatt szívesebben járnak az intézménybe a diákok. Erre önálló forrás nem szokott lenni, de most a pályázati pénzből ez is megoldható.